Hello, hello. Nem, pedig kellene egyszer olyat csinálni, hogy Shy Guys slágereket éneklünk. És aki nem tudja, az nem játszott ebben volt. Szevasztok, srácok, Zomai kötözök mindenkit, nem fogunk ma énekelni, viszont tevembrólozni annál inkább, úgyhogy gyertek, nézzük meg, mi van az amerikai szerveren. És igen, tele vagyunk questekkel, és elvileg már kéken világít a tevembról. Na gyertek, nézzük, mi az, amit kitaláltak nekünk a srácok erre a hétre. Oha, lesz friendly game of chess. Hát, hogy kevésbé barátságos sakjátszma. Az egyiküknél ott van a ti és. Azért ez tényleg. Na. Á, látom, tehát, hogy az a leírás ugye, hogy 6 egyedi lapot kell választani, és azokat lehet sakkban használni, és el tudjuk rejteni őket az asztal alá, ez itt látszik világosan. Wow, tehát, hogy sakkozunk és bevonhatunk lapokat. Ez egy új brawlnak hangzik számomra. Hát figyeljetek, hunterezünk, de nem hunterezünk, mage-ezünk. Bárhogy is kell ezeket használni. Mit akarunk mage-ként? Leszedés? Igen. Akkor még leszedést, meg még leszedést. Meg... akarunk még leszedést. A Frost Nova remélem hat rájuk amúgy. Nem fog rájuk hatni amúgy. Mert nem ütnek, hanem helyben ütnek. Akkor viszont egy Fireball biztos. Strike. Hát és egy jó piroblaszt. Próbáljuk meg így. Legyen ez bárhogy is. Vajon ez jó lesz egyébként? Hát így a franc se tudja, de elsőre jó ötletnek tűnik, aztán majd meglátjuk. Hát, most föl lehetne menni a hardpawnra és meg lehetne nézni, de ugye horribilis 3 perce jött ki a brawl, ezt egyébként nem látjátok a kamerától, de mutatom. Szóval, hogy már 3 egész perceként van a tavamról, gyakorlatilag a megnyitás pillanatában léptünk be, úgyhogy sok okosság a hardpawnon se lenne, de hát így próbáljuk meg magunktól. Hát és sötét parasztok leszünk, mármint hogy a sötét királyok. A pirót nyilván nem tartjuk. A Queen az szerintem egyébként mindig jó. 20 HP. Ompesza, hát. Egyet fog kirakni, kettőt fog kirakni. Mi a jobb? És ez most melyik? Discover, az jó. Folyamatos bordelőnybe tudunk lenni, ugye ez a... Nyilván egyet így feláldoztunk, most kitesz... Wow. Az jó, mert nem lesz olcsóbb, és egy marad neki. Jó. Nem biztos, hogy baj egyébként. Mi a jobb? Attól függ, hányan találják el. Nem jó. És kirakja a rockot, akkor baj van. Mert pedig a rook valószínűleg lesz nála. Ha nem, akkor én rakok egy rúgot. Jó, hát főnök, ez így. Az összesen 4, ez sokkal nem elég, de valamit csinál. Rúg a rúg ellen, az jó. Wow. Na gyere, üss egyet, paci. Majdnem. Hogy tudjuk leszedni őket? Mármint, hogy egy ilyen nyilván történik.
Attól még ő nem hal meg. Egyébként előbb kellett volna ez, de... ja. Jobban kell vigyázni szerintem egyébként a... a huszárokra. Különben baj van vele, vagy hát a csikóra. Hívjuk bárhogy. És képestétem tud kirakni. Ennek azért örülünk, jó, kivette belőle. Bishop sokat nem csinál. Viszont... ez így jó. Ez így jó. Kérdés az, hogy vajon ő milyen lapokkal játszik? De most egyébként ilyen polimorfot meg ilyesmiket ki lehetett volna venni szerintem, de... Na, megint csinálod a fesztivált főnök? Most a 4-3-mal beleszalad, leszedi, hát örül magának, de ez meghal, és kijátszott már belőle kettőt. Jó, igen. Csináltunk egyébként ilyet. De csak úgy nem fog meghalni. Ez problémás. Nyilván akkor a rúk. Akkor ide a rúk. Oda? Nem, ide. Hogy csináljuk? Tök mindegy. Neki mindenképp hármat kell kapnia. És megcsináljuk egyébként még ezt. Ó, bazd meg! Elszámoltam a manát. Elszámoltam a manát, és csak a smorkolás történt meg. Ne! Ez olyan, mint a Twitch chat, mindig 11 manájra számolunk. Legalább. Lehet, hogy 12-re. Ja, az ott... Ja, tényleg itt hülye emótok vannak. Ja, az a baj, hogy az 1-2-es az fixen meghal. De ha ő meghal, akkor a visszavágóban a rúk is le fogja csapni azt a hurkát. Viszont még nem volt eddig vezére vagy királynője, ugye? Nekem úgy tanították, hogy az valójában vezér, mert a királynő otthon van, és a várban várja a királyt. Jó, most üt egyet, akkor ez le... Sheet. Sheet. Ha ezzel négyes sebzünk, az... ha így csináljuk, akkor fixen meghal. De nem jó az. Az úgy nem jó főnök. Sehogy se jó ám. Mert most a bishop az tök jó, de hogy nem eléggé. Jó, a bástyákat le kell csapni, ezt tudni. Checkmate. Ja. Így egy off-ban volt. És azt nem tudtam volna se, hogy megcsinálom, mert nem volt nálam másik bástya, meg úgy alapvetően semmi. Egyébként be kell még vinni 5 damage-et arcra, és utána 2 kör múlva, vagy hát 3 kör múlva piró, és akkor nyerünk. Vagy felhúzni egy Firebolt, és akkor így nem túl baráti meccset játszani. Igen, hát ezek megtörténnek, ezek a bizonyos dolgok. Ha oda tudok egy rúkot tenni, akkor a vezér az... Hát ez ott pont egy rúk. És ki is férünk? Így, igen. És még oda egyet. Portír. Ja,
Most remélem 3-nál kevesebbet pakol ki amúgy. És legalább egy arca tud menni. De jó lenne, ha 2. Ha két szíves arca tud menni, akkor 2 körön belül. Ne már! Hogy az édesanyád téged nem nevelt jó modorra. Twisting Nether. De szerencsére csak egy volt nála. Mondjuk lehet még... De akkor most legalább tudjuk, hogy mit csinál. Egy vezér még kifér, vagy hát királynő. Meh. Ez kellemetlen bizony. Flamestrike elég jó lenne, amúgy. De ne BM-elj már, hát... Checkmate. Ez így talán a legjobb. És ugye nem tud arcra menni, sajnos. Ugye hírót nem tudunk gyógyítani, ha csak neki nincs valami sajátja. Jó. Kellemetlen. Most eljátszhatjuk azt, hogy nincs nálunk. Jó, aztán nagyon elszaporodna a bordja, akkor muszáj lesz a Flamestrike. 10 perce játszunk, basszus. Csak hadd üssek be néhányat arcra, és hadd nyerjek. Főnök, léci, léci, léci. De hogy ez egy mekkora paraszt már? De hogy téged az édesanyád miért nem teljesen másra tanított? Mi van, hogyha ezt csináljuk? Checkmate. Elrontottuk. Care for a game? This will be a mercy. Na hát a lopok mindig is parasztok voltak, ezt tudjuk. Hát igen. És BML a srác. Na, hát így jár az, aki kontrollokkot épít a sakkozós meccsből. Na, és legalább a quest is készlet közben. Quest is készlet közben, azért érzitek. Na jó, nyissuk ki. Legalább az egyik. Na! Ho-ho-ho-ho! Végre! Végre, végre, végre! Na, mi lesz ez? Srácok? Kezeket a monitorra. Figyelek. Hát így. Így a monitorra. Oda kell tenni. Na nézzük! Golden Ken Bloodhoof! Ez azért jó, mert ugye nem volt kernem, és hát aranyban azért, hát na. Mondjuk ugye amerikai account, tehát lehet, hogy le fogom bontani, és építek bele valami hasznosabbat, de
a free-to-play accountomon is egy Cairn Bloodhoof-ot nyitottam. Ez csodálatos. Ez több mint csodálatos. Na srácok, ez lett volna most akkor a Spoiler Express egyenesen az amerikai szerverről, úgyhogy játszatok ti is ezzel a kevésbé barátságos sakkal, egész hétvégén itt lesz velünk és játszhatunk vele azoknak, akik szerették ezt Karazánban, kicsit egyediek a szabályok, de azért mégiscsak vicces, nem? De, sziasztok! Hello, barna mindenem, kigombolt ingben lengetem a tenyer. Nem, nem, ez nem jó.